Köszönöm szépen. Nagy István államtitkár úr szavaira szeretnék reagálni méghozzá két dologban is. Egyrészt államtitkár úr, ez van, amikor magyarázkodnia kell, mert igazából nincsenek érvek. Mert hogy pont önmaguk, amit eddig csinálták, cáfolja meg azt, amit mond. Hiszen azért kellett a földhaszonbérleti pályázatoknál is feltételeket kiírniuk, hogy hogyan kéne a földeket hasznosítani, hogy káros folyamatokat megállítsanak, és hasznos folyamatokat indítsanak el. Mert maguktól ez nem megy végbe. Ha most a földeket eladják, akkor ebben nem tudnak beavatkozni, ezért nem áll meg az az érv, amit ön mondott. És amit Heringes képviselő asszonynak válaszolt a földek méretével kapcsolatban, az meg egészen vérlázító. A képviselő asszony nem azt kifogásolta meg, hogy 60 ezer hektárnyi területet 40 ezer részre szétírva miért értékesítenek, ezzel nincs senkinek baja, államtitkár úr. Azzal van baj, hogy 320 ezer hektárt értékesítenek 10 ezer részre szétírva. Ezzel van a baj, államtitkár úr. Ezzel, és ön elegánsan átlépette fölött. De igazából nem ekkor nyomtam két percest, hanem a szociális szövetkezetek. Hát ez volt a kedvencem, hogy a szociális szövetkezeteket a tudásban kell megerősíteni. Hát államtitkár úr, ezt nem kétlem, hogy önök ebbe elkötelezettek. Éppen most írtak ki egy pályázatot arra, hogy 70 millió forintot szociális szövetkezetenként, 10 szociális szövetkezet esetében, azaz összességében 700 millió forintot költenek el úgy, hogy képzést, oktatást kell ezeknek a szövetkezeteknek megcsinálni egy hét alatt. Egy hét alatt, és ehhez adnak 70 millió forintot szociális szövetkezetenként, hogy egy hétig oktassák őket, és majd így jól beleöntik a tudást a szociális szövetkezetek fejébe, ahogy ön ezt igényelte, csak aztán, amikor ezt a tudást hasznosítani akarnák, akkor már föld nem lesz, ahol ezt értékesíthetnék, ezt a tudást. Miniszter, vagy államtitkár úr, ne nézzük hülyének egymást, amit itt csinálnak, az elfogadhatatlan.